Szép jó reggelt mindenkinek, bár most már szép napot is kívánhatunk, a nagy vihar után a nap is kisüt, és mindenkit sok szeretettel köszöntök a Vidék Jövője sátor harmadik napján. Az első napunk a talaj körül forgott, a talaj életről beszéltünk, a szerves talajművelésről. Tegnap a víz volt a fő téma, a tájgazdálkodás, ezt veséztük ki, amennyire tudtuk. És hát mindennel összefügg, természetesen most pedig az egészséges élelmiszerekről lesz szó, tehát hogy az embereknek vajon milyen táplálékra van szükségük, sejtjük, hogy szerves táplálékra van szükség, sejtjük, hogy élő talajból, élő vízből, és hát lehetőleg szerves műveltségű emberek kertjéből származó ételre, de hát ezt szerintem el fogják mondani a kedves előadóink. Nem is nagyon húzom a szót. Azt szeretném elmondani, hogy egyrészt a sátrat köszönjük a Balázscsei önkormányzatnak, nekik köszönhető, hogy itt vagyunk. A hangosítás, hogy most hallanak, az Ópuszta-szeri önkormányzatnak köszönhető. És az, hogy láthatnak is valószínűleg minket, ez pedig a Kistelek TV-nek köszönhető. Úgyhogy a Kistelek TV YouTube csatornáján meg tudják nézni a mai programokat is, és a tegnapit is, aki esetleg nem volt itt a sátorban. És akkor ezúton átadnám a szót Németh Zoltánnak, aki a nyomelemekről fog mesélni, és még nem tudjuk miről. Úgyhogy átadtam a szót. Tisztelettel köszöntök, szeretettel mindenkit. Ugye a Vidék Jövője sátornak az egyik fő témája a víz. Azt hiszem, hogy ez e körül csoportosult legtöbb előadó. De én egy kicsit másfele is akarok hangsúlyt fektetni, ez pedig a itt el nem hangzott nyomelempótlásról, tehát ugye a vas, mangán, stb. Ugyanis már 1800-as években leírták a szakemberek, hogy őrült nagyfokú a nyomelempótlás hiánya és a fogyása. És például van olyan adat, amit a Gödöllő Egyetem mutatott ki, hogy az 50-es években lévő vastartalmat, aznak a 90%-át elvesztették a növények. És hát ugye nézzük az ok-okozati összefüggéseket. Hát valójában az összes betegségünknek az ok-okozata az visszavezethető erre a nyomelem hiányra. Természetesen van ehhez még pszichológiai teher, meg genetikai teher, biztos, hogy minden van, de az legelső és a legfontosabb az a nyomelempótlás. És hát ugye mi, akik ilyen vízzel foglalkozunk, prioritásba tettük azt, hogy, és én legalábbis prioritásba tettem azt, hogy ha Magyarország kvázi világelső rák és érrendszeri betegségekbe, akkor hogy lehet az, hogy az emberek nem foglalkoznak azzal, hogy ez egy kicsit lelassuljon, kicsit csökkenjen és kicsit javuljon. Hiszen mindenkit érint. Most nem akarok olyanokról beszélni, hogy makula regenerációs szemprobléma, ami egyébként omega-3 zsírsav fogyasztás nélkül. Hát tetszettek volna korábban több halat enni, mondom én úgy egyszerűen. Persze tudom, nem így van, valakinek nem ízlik a hal. De gyakorlatilag önök, főleg itt az asszonytársaink tudják, hogy mikor áldott állapotban vannak, mit csinálnak, futnak a patikába vastablettát bevásárolni, mert nincs vaspótlás. Hát a spenótot nem, jó, most a spenót tudna adni sok vasat, de ő sem éri el azokat az anyagokat, amiket föl kéne szívni ebbe a tartományba. De hogy mégis a vízzel foglalkozom, és mégis a vizet tekintem egy eszköznek, ugyanis mi úgy tudjuk, vagy én úgy tudom, én egyszerű vagyok, nem vagyok ilyen irányú szakember, de két helyről tudunk, illetve most már Béres József után már három helyről tudunk nyomelemet pótolni. Az egyik a talajból, de a talajnak a nagyon mély rétegeiben vannak felelhető nyomelemek. És a másik pedig a felszíni vizek által kihordandó, nyomelembe gazdag hordalék. Igen ám, csak nem jut ki a felszíni vizekből a nyomelembe gazdag hordalék, mert mint tudjuk, beszorítottuk töltések közé, és leengedjük a Fekete-tengerbe. Akkor a talajból fölszívjuk? Talajból se tudjuk fölszívni, ugyanis annyira lesélyeztettük a talajvízszinteket,
hogy gyakorlatilag a nyomelem az csak úgy tudna följönni, hogy a kapilláris járatokon a vizek fölhoznák a gyökérzónába, és a gyökérzóna pedig bevinni a növénybe, illetve lemenne a növény a gyökérzónával mélyebbre, de mint tudjuk, csak a szőlő battyog le olyan mélységre, meg esetleg a gyümölcsfák, akik elérik ezeket a nyomelem szinteket. Tehát ahhoz, hogy ez is javuljon, ahhoz nekünk a talajszerkezetet vízzel kéne úgy megsegíteni, hogy feljöjjön a nyomelem, és valóban nyomelem gazdagabb életet lenne. És hát azért lássuk be, hogyha valakinek azt mondják, hogy hát van egy hónap, akkor már késő ám ezen gondolkodni. Viszont muszáj önöket egy kicsit megrázni, hogy mindenhol, nekem a társaim mindig mondják, hogy hú, megjelenik a német Zoli, rögtön a vízzel beszél, és mindent össze tudok kapcsolni vízzel. Higgyék el, még a falazás szerkezetét is össze tudom kapcsolni vízzel, hiszen víz nélkül nincs habar, stb. Tehát bármi. És ez nagyon fontos. Na azért egy picit azért utaztatok önöket képpel, mert a legvégén lévő egy kis videoblokkot akartam csak megmutatni, de mégis azt mondom, hogy ugyanis itt már írja azt, hogy ne az ősöket kövessétek, hanem amit az ősök követtek. Ez meg azért van, mert én azon a tájegységen, a tó közben, ez Győr-Sopron megyének nem Rába közé, nem is hansági része, hanem a kettő közötti része. Régen a Hédervári Kúno miniszterség alatt Tó-sziget Csiliszköz járásként Csiliszköz, a Csaló közben van most a szlovák oldalon, ki is működött, és ott relatív érintetlenül megmaradtak az 1000 éves csatornák. És a C14-es vizsgálatok bebizonyították, hogy a 800-as évektől kvázi az 1300-as, 1400-as, 1500-as évekig biztos, hogy működött ez a vízkormányzás. Igen ám, de utána jött itt a Magyarországon az a harcos, kovbolyos időszak, aztán hát nem történt semmi, és tudjuk ma már, hogy 1800-ban újra neki lendültünk ezeket a vizeket. Nem is tudom, mit csinálni, de ugye tudjuk, hogy mit csináltunk. Tehát az a lényeg, hogy a víz társadalmi hatása, klímahatása, és egyébként a nyomelem hatása közül, én azt mondom, a legfontosabb mégis a nyomelem hatása, pedig ez elrejtődik, ezt nem is érezzük ezt annyira fontosnak. Kennedy egyébként érdekes módon megfogalmazott egy dolgot, hogy aki a víznek a problémáját megoldja, kettő Nobel-díjat érdemel. Egyet az emberiségért, az életért, másik pedig a társadalomért. Hát ha most is tudjuk, hogy az a migrációs áradatnak az egyik oka a víz, hát egy néger mennyit gyalogol azért, hogy egy pofa vizet igyon. Ma meg az internet világával látja, hogy mi beleugrunk az úszó medencébe, hát akkor oda megyek lakni, ahol jól lehet lakni vízzel. Jobb lett volna inkább sohasem szabályozni a Tiszát, hanem hagyni rakoncátlankodni kénye kedve szerint, írja 1875-ben a Kassai Jenő vízépítő mérnök. És ugye írja tovább azt is, hogy majd a fiaink nem győznek gátakat építeni, hogy itt tartsák a vizeket. Mint ha hallanánk a szavainak a fontosságát, súlyát, de nem vagyunk jó fülőek, mert a hallásunk is romlik. És hát ugye vannak ilyen problémák, csak fölvillantom, ugye az aszály, ugye ismerjük, az árvíz, a szegénység, tehát az éhezés úgymond, mert hiszen nálunk is van rejtett éhezés, és a talajnak a szerkezet romlása, ami ugye visszavezethető. És hát ugye világ elsők vagyok rák és érrendszeri betegségbe. Nem az elsők vagyunk, a harmadikak, illetve a másodikak, mert van egy ország, amiben. Tehát itt van a lényeg, amit mondok, hogy a különböző nyomelem anyagoknak a bejutása, ez egyszerűen megszűnt, nincs, nem létezik. Annyira minimális, hogy ennek a következménye az, hogy látjuk, hogy túlsúlyosak az emberek, esznek, túlsúlyosak, gyengék, izomzat, a csont, csontnyaktörés, és akkor nem is beszélünk a műtrágyas, a növényvédős dózis, amit pótcselekvésként használunk, ami bejut a szervezetbe, hogy az mit okoz a gyermekeinknél. Tehát a halálok, igen. Na most a vízkormányzásnak az 1800-1900-as évektől van egy olyan ciklikussága, hogy 5 évig, vagy 5-6 évig árvíz van. Akkor a vízügy töltéseket épít. Akkor az a trend. Akkor milliárdjaink mennek el. A mi nagyszüleink, dédszüleink azok talicskáztak, kubikoltak, hogy összerakjuk ezt az óriási töltésmennyiséget. Igen, ám csak
másik ciklusba előjön, hogy most belvíz van. Húha, azon a épített töltésen nem folyik vissza a folyóba a víz, hát akkor elköttünk évi 2-3 milliárd forintot, fosszilis energiát kipufogtatva, hogy visszaszivattyúzzuk a folyómederbe a vizet. És jön a következő ciklus, amikor meg éppen aszály van, és akkor meg hát akkor most egyik se jó a töltése, se tudok öntözni, a szivattyút egy kicsit átcsoportosítjuk máshova, de nem a folyóvízből veszünk öntözést, hanem a fúrt kutakkal megyünk le a talajvíz és az ivóvízbázisba, és onnan kezdünk el öntözni, megint fosszilis energiával, tehát megint azt mondjuk, hogy valami más csinálunk, ami nem ugyanaz a rendszer, mint az előző 5-2-5 éves ciklusban. És hát a kérdés az az volt, illetve nekem is, engem is az döbbentett be, hogy nincs egy rendszer, ami mindezt a dolgot megoldja, de van egy olyan rendszer, ami ezt a dolgot megoldja, ez pedig az őseink, akik a 800-as években valamilyen kormányzással foglalkoztak, zseniálisan megoldották, és pont ez az egésznek a lényege, hogy egy olyan rendszer találtak ki, amivel mind a három problémával, mind a négy problémával gyakorlatilag megoldást tudnak adni. És ugye nem mondtam azt, hogy hogyan jut ki nyomelem, illetve mondtam, hogy hogyan jut ki nyomelem a földekre. Hát a felszíni víz, ha túltelítődnek a folyóink, akkor ki kell engedni, mondjuk úgy most, hogy a tájba. De valójában, és például itt is az előadók és én közöttem van, nem probléma, hanem igazából csak ilyen nézetkérdés, mert én azt mondom, hogy hát a folyótól 30 kilométerre is szükségem van a vízre. Nekem a folyótól 30 kilométerre ugyanúgy szükségem van az olyan nyomelemre, ami csak a folyóban van. Persze a csapadékra is szükség van. És hát ugye azzal, hogy a régi csatorna rendszer kivezette a folyóktól 20-30 kilométerre is a vizet, ezzel megoldották ezt a kérdést. A mai rendszerek, hogy csak a vízparton engedünk ki be, és az nem működik. Gondoljon mindenki a saját testére. A testünkben vannak erek, árkok. Ugye még halljuk is az egészet. Egyébként folyik benne vér, víz. Egyébként szállítja a testünk 100%-ára, tehát az egész testbe viszi ki a nyomelemeket, és megpróbálja karban tartani a vesét arra nézve, hogy működjön a vértermelése. Egyébként nyomelemet szállít, de a nyomelemet tisztítja is. Egyébként pedig erőt koncentrál, hiszen ha valamit a karunkkal akarunk erőt rakni, akkor vért központosítunk. Hát ugye a vízimalmoknak a léte, hát az 1950-es években, mondok egy példát, a Kisrábán 50 vízimalom volt, amiben ma a Kisrábát át lehet ugrani helyből, tehát nincs benne víz gyakorlatilag, tehát a malmok azok eltűntek. És hát gyakorlatilag, ha nem az egész testet hálózzuk be erekkel, árkokkal, akkor biztos vagyok benne, hogy nem jut el mindenhova az a megfelelő mennyiségű vízcsapadék. Természetesen nem az kell, hogy most akkor azonnal mindenki árkotás, mert hiszen nem lehet azt mondani egy emberiségnek, egy társadalomnak, hogy hátraarc, ugye reformálás, visszaformálás, de mégis fokozatosan meg kell próbálni azt csinálni, hogy hátat fordítunk ennek a mostani rendszernek, és akkor előbb-utóbb fokozatosan, ahogy újra visszajönnek a talajvízszint süllyedésnek a eredményei, újra nagyobb vízmennyiséget tudunk kormányozni, az azt jelenti, hogy ezzel a módszerrel nagyobb távolságokra el fogjuk tudni juttatni a vizet. Természetesen a mai kormányzat azért ezt a kommunikációt használja, például öntözési közösségeket csinálnak, de hát sajnos egyelőre még csak a rossz példákat tudom elővenni. Például itt is kivetítettem, hogy létesítettek egy vadonat új szivattyú rendszert, ami a felszíni vízből veszi ki a vizet, természetesen 20-szor megszűrik, és akkor ugyanazokban a lineár öntözőkben nyomjuk ki fosszilis energiával nagy távolságra. A szomorúság az volt, hogy ugyanazon a csatornán a másik oldalt már az 50-es években megcsináltak ilyen rendszert, tehát nem tudom, miért nem azt újítottuk föl, igazából csak a motorszivattyúkat kellett volna cserélni modernemre, de hát szűrjük a vizet, tehát a nyomelem megint csak részben fog kijutni, illetve a hordalék, és hát jól látható, hogy azért rejtve egy erdőbe, elrejtett kutgyűrűbe csak megtaláltam a kutat, amivel mégis bemegy az egész rendszerbe a víz, tehát nem egy olyan egyszerű a dolog. Megyünk tovább, tehát ugye gyakorlatilag hogyan fogunk ezzel eredményre jutni.
Ezeken túllépek gyorsan, mert most nem ezek a fontosak. Az őseink gyakorlatilag azt csinálták, hogy amikor megduzzadt a fő csatorna rendszer, akkor kinyitottak egy hármas szerkezetű csatornát. Egy hármas szerkezetű csatornát. Ezt úgy tessenek elképzelni, hogy például van ma egy belvíz csatorna, ami megy a tájba valahonnan valahova, egyébként ma nem szállít sehonnan sehova vizet, sőt olyan helyen például itt is vannak csatornák, ami távol van bármelyik folyótól is, tehát azt mondjuk, hogy nem is tudom, honnan jön bele víz. És a csatorna túlsó felén, jobb bal oldalán szintén volt egy kicsi csatorna, ami már a művelési tájjal együtt működött. Ezeket a csatornákat rakták karbantartva, és ezzel tudták megoldani, hogy lazán fosszilis energia nélkül kijutották a vizet. Ezen a képen látható egy légi fotó, azok a fűzfasorok, úgy mint mondottam, mi nálunk a Kisalföldön nincs annyira intenzíven beszántva minden, de minden fűzfasor alatt egy ilyen csatorna rendszer működik, és ezek nem nagy egyenes szakaszok, tehát ezek ilyen 100-200 méter vagy egy hektárhoz hasonlítható, de akkoriban nem voltak ilyen nagy hektárak. Aztán ugyanúgy a tájat követte, sőt azt is megcsinálták, hogy belementek a domboknak a közepébe, tehát a magas pontok közepébe vitték a vizet, és azáltal, amikor megemelkedett a vízszint, akkor magas ponton töltöttek föl ilyen kazettákat, amik láthatóak ugye, a benyilazva. Itt látható egy olyan fotó, ami a tájnak a változás szerkezetét mutatja be, de ezt bárhol meg lehet csinálni. A kék folyó mutatja a rábcát, illetve a rábát, a piros szallagok azok pedig ezer éves eredeti csatornák, hogy látható a tömege, tehát irdatlan tömege volt, és rá kell mutassak arra a dologra, hogy az a kora középkorban miért voltunk mi a leggazdagabb ország az egész kultúra Európában? A leggazdagabb ország, nem az arany miatt, hanem több tonna halat tudtunk exportálni. Olyan intenzív kultúrtájat hoztak létre, amit ma nem fogad el a szakma sajnos, de itt van a bizonyíték, olyan intenzív művelést hajtottak, olyan intenzív állattartást tartottak, és olyan intenzív haltermelést tartottak, ami az egész világot ellátták. Csak mondok még azért egy példát, nagyon fontos. Amíg a Hanza nem állt össze, hogy a vikingeket lekardozza, addig nem jutottak hozzá a heringhez a nyugati országok. Ugye mindenki emlékszik a pestis járványokra, városok pusztultak ki. Hát jött a pestis Magyarországra, a Dévényi kapunál leengedték a sorompót, de nem tudott beérni, mert a sorompó nem jön át a pestis. Persze bejött, csak nem tudott pusztítani, mert nagy tömegek, jól táplálva voltak, hallal, gabonával, marhahússal, ugye nem is mondom tovább. Tehát látható, hogy őrült mennyiségű csatornát csináltak, és ez mind meglétezik, és ma is megvalósítható. Jó, egyébként a szerkezete így néz ki. Tehát nem egy bonyolult dolog, az volt a lényeg, hogy a középső csatornában megemelkedett a víz, akkor a felső csőáttereszel, itt talán jobban látható, felső csőáttereszel kiengedték a vizet egy kazettába, és halastavat létesítettek. De a belvizet is be tudták engedni, még akkor is, ha éppen árvíz volt, vagy tele volt a csatorna rendszer. Közben megyek tovább, mert én azért nem olyan sok időt kaptam el a mai napra, lemegyek a végére. Igen, hát ugye a következményeket látjuk, hogy a belvízzel hogy kínlódnak, mikor 4-5 steiget egymás után kötünk, hogy egy pótkocsi kukoricát ki tudjunk hozni. Ugye erről beszéltem az erekről, és ugye a párolgás. Hát ugye bizonyítható, hogy minél több tő van a tájban, annál jobb a párolgás, akkor ez a túlmelegedés lehűl, és csapadék formájában megfelelő helyen visszakapjuk az életciklusunknak a javulására. Ma persze mivel találkozunk? Bemegyünk a boltokba, a Tescóba, és egy marék földbe, vagy egy marék bazalt, vagy kavics ágyba, infúzión táplálva kapunk valamilyen paradicsomot. Nyomelemeket megpróbálják pótolni természetesen, de az ízvilágát önök is tudják, hogy nem ugyanaz. Nem ugyanaz. Akkor ez lenne a megoldás? Igen, ezt nyomják a fülünkbe, hogy csepegtetéses öntözés, ugye az vízzel spórolnunk kell, vízzel spórolnunk, és 130 milliárd köbméter víz áll rendelkezésre. Nem, a vizet ezt itt, nem itt kell tartani, ezt el kell kezdeni kormányozni, nem egy helyben lötyögtetni, hanem mindig áramoltatni. Persze a többletvizet az mehet tovább a többi országba.
És itt mutatok egy képet, amikor egy árvíz idején jön a Dunába bele oldalról egy hegyvidéki folyónk, micsoda tömegnyomelemet hozunk bele. Az Óvári Egyetemnek a professzora kivetítette a gazdáknak, hogy kimérték, hogy a rábából hány tonna foszfor, nitrátot lehetne begyűjteni mindenféle fizetés nélkül. Milliárdokat költenek a gazdák feleslegesen. A kérdés az az, hogy ma a vízügy miért nem bír váltani? Miért nem bír váltani arra, hogy mikor telekiabáljuk az országot, ha elmegyünk, előadást tartunk például a Vidékfejlesztési Minisztériumban is, miért nem fogadja el ezeket a tanácsokat? Én azt mondtam, hogy a vízügymérnökökre nagy szükség van, de valamilyen szinten nekik meg kell érteni, hogy nekik is az életük fog majd múlni ezen, hogy valamilyen nyomelem tömeget itt tartsanak a tájban. Én ezzel próbálok érvelni és erre hatni. De valami miatt gazdátlan ez a víz. Ugye most augusztus 1-től átkerült az Energetikai Minisztériumba, új embereket meggyőzni. A vízügyesek azért mellettünk vannak, azt azért hozzá kell tennem. Én nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak, de egy mintaterületet, vagy egy-két mintaterületet el kellene érni, és ilyenkor önöknek kéne abba segíteni, hogy mintateretet kihajtsunk, illetve aki gazdálkodik, azok kérjenek vizet. Tehát menjenek oda az agrárkamarához, követeljék, hogy én a folyótól 30 kilométerre XY helyrazi számra kérek felszíni vizet. Nem kell érte fizetni, mert 500 köbmétert ingyen adnak. 500 köbméter fölött is ingyen adják, akkor, amikor árvíz van. És a legértékesebb víz, amikor árvízi víz van, mert tele van nyomelemben hordolik. És akkor végezetül egy kis filmkockát kimetszettem önöknek, mert valójában rámutat arra a problémára, amiről beszélünk, és higgyék el, hogy örülünk Béres Józsefnek, mert valóban pótol valamilyen szinten nyomelemet, de másfajta kötelemrendszerű az a nyomelem, mint amit a növény szív fel, építi be a sejtébe, és mi azt eszünk meg. Tehát óriási javulást tudott elérni Béres József a lepusztult társadalomba, a rákbetegségeknél, stb. De az igazi áttörés az akkor lesz, mikor az önök spenótjába benne van az a vas, amit a gyermekeinket, szülő, asszonyaink bejuttatnak a teremtés törvényébe, és visszakerül a rendszerbe. József a hibás burgonyát szedte össze. Biztos vagyok benne, hogy a kórokozók abban a környezetben tudnak leginkább elszaporodni, ahol kevés a nyomele. És végezetül egy dolgot még hozzátennék. A magyar agrárium a hazai, nevezzük úgy GDP-nek, 5%-át adja csak. Persze a tavaly előtti asszály, meg az idei asszálynak elvitte a felét. Ha kivisszük a vizeket egy felszíni vízkormányzással,
akkor mindenképpen elérhető, garantáljuk, a 15%-os GDP részesedés. Természetesen kell hozzá feldolgozóipar, mert azért most már nem a külföldről 3000 kilométerre idehozott élelmiszer kellene ennünk, hanem ahogyan régiek csinálták. Onnantól kezdve pedig megoldódik az is, hogy a gazdáink gyermekei ne azt mondják, hogy hát, fater, látom, hogy mennyit küszködtetek, de én elmegyek Angliába időseket gondozni, téged beraklak a szocotthonba, aztán majd nézd a Skype-on a gyerekek, hogy nőnek föl. Ez a valóság. Ki kell jutatnunk a vizet, GDP részesedésünk megemelkedik, azonnal tudunk 1000 eurós fizetést adni, és a legfontosabb, hogy újra lesz olyan nyomelem, hogy ne mi legyünk világ elsők rák és érrendszerű betegségben. Kérem, figyeljenek erre. Köszönöm szépen.